Legalább 100 kiló kábítószer kereskedelmével fogják meggyanúsítani a dunántúli drogmaffia tagjait. Már is mutatjuk a nagyszabású művelet közben készített felvételeket. Több mint 300 rendőr, több speciális egység is kellett a 22 gyanúsított egyidejű elfogásához. A bűnszervezet pont úgy működött, ahogy a tankönyvekben írják le a drogterjesztő hálózatokat. A hierarchikus szervezetnek 6 szintje volt, a tagok felsőbb utasításra dolgoztak, de fegyveres összecsapás is volt már az egymással konkuráló dílerek között. Szerda hajnal 4 óra 30. A készenléti rendőrség bevetés támogató osztályának autójában ülünk. Egy lakóparknál állunk meg. A kommandósok körbevesznek egy társasházat, hangtalanul mennek fel a lépcsőházba, mindenkin golyóálló mellény és páncélozott sisak. Egyszerre 10 helyszínen összesen 300 rendőr vett részt az akcióban, a Dunántúl egyik legnagyobb drogterjesztő hálózatát számolták fel. A Nemzeti Nyomozóiroda győri osztálya szervezte az elfogásokat, mert az ügynek nemzetközi szálai vannak. Külföldről érkezett a drog, a bűnszervezetet pedig egy albán férfi irányította. A nyomozást egy évvel ezelőtt még a Győr-Moson-Sopron megyei rendőrök indították. 2020 májusában kaptuk az első olyan információt, amikor is egy lakásban a lakók szerint kábítószer osztásra figyeltek föl, vagy legalábbis olyan gyanús jeleket észleltek. Nagyon sokan jöttek az egyik lakásba, jöttek-mentek, csomagokat hoztak, pénzt vittek. Megindult a felderítés és a titkos nyomozás. Közben a banda is egyre óvatosabb lett, postalátákban kezdték terjeszteni a drogot. Az előre egyeztetett időpontban berakták a kábítószert a levélszekrénybe, a vevő érte ment és otthagyta a pénzt. Jelen esetben is egy hölgy merült föl, mint kábítószer terjesztő, illetőleg az ő fia, aki segítette ebben. Egyre nagyobb mennyiségben, egyre több ügyfélnek értékesítették a kábítószert, úgyhogy nyilván felmerült annak a gyanúja, hogy meg kell állapítani, hogy mégis ki a beszerzési forrás. Viszont az üzlet már annyira felfejlődött, hogy el kellett költözniük pár hónap után egy másik lakcímre. Ezeket a felvételeket tavaly szeptember 12-én készítette a terrorelhárítási központ Győrben és Sopronban. 4 fegyveres rabló elfogását láthatják. A támadók még szeptember 6-án rabolták ki a drogkereskedő banda, akkor még csak megfigyelt vezetőit, az anyát és a fiát. Fegyvert nyomtak a fiatalember fejéhez, drága órákat és ékszereket vittek el. A támadók elmenekültek a helyszínről, a kirabolt férfi viszont utánuk hajtott. A rablásból autós üldözés és lövöldözés lett, mindez Sopron belvárosában. A nyomozás során derült arra fény, hogy nem csak vagyoni elemeket vittek el az elkövetők, hanem viszonylag nagyobb mennyiségű kábítószerre utaló anyagokat is. 2 rivális kábítószeres csapat leszámolásáról beszélhetünk. Az egyik rabló Kapuváron osztotta az anyától és fiától vásárolt kábítószert, de önállósodni akart, ezért vitt el körülbelül 10 millió forint értékű drogot tőlük. Ezután derült ki, hogy a bűnszervezet csúcsán nem is a kirabolt asszony és a fia áll, hanem még őket is irányítja valaki. Ekkor kapcsolódott az ügybe a Nemzeti Nyomozóiroda győri osztálya. Gyanú volt arra vonatkozólag, hogy ezt az egész szervezetet egy koszovói albán származású fiatalember vezeti. Ennél a büntetőeljárásban gyakorlatilag a kriminalisztikai tankönyvekbe illően ment a kábítószer terjesztés, egy valóban nyilván mindegyik közép, illetve felső szintű terjesztő fogyasztott kábítószert. Az akció hajnala múlt hét szerda. Az egyik díler háza felé tartunk. A város kihalt, üresek az utcák. A bevetés támogató osztály kommandósai arra kérnek, ha megállunk a célszemély háza előtt, még a kocsi ajtaját is halkan csukjon be, észrevétlenül kell megközelíteni a díler lakását. A dílert a folyósóra irányítják, megbilincselik és a falhoz támasztják. A lakásban már csak a férfi felesége és a kisgyermeke maradt, tiszta a terem. Ezután visszakísérik a drogkereskedőt a lakásába és megkezdődik a házkutatás. Tudjuk, hogy felvesen még ott volt egy kábítószer. Ma lehet hondájuk. Úgyis a kábítószer keresők, hogyha van, azt meg tudjuk találni. Nincs itt van. Nincs itt van. Semmi nincs.
Vagy ha. És ez csak egy helyszín volt a 10 közül. 5 gyanúsítottat a banda felsőbb vezetőit a terrorelhárítási központ kommandósai fogták el. Páncélozott autókkal, hang- és fénygránátokkal vették be a dílerek lakásait, senkinek sem volt esélye a menekülésre és az ellenállásra. Ezt természetesen mérlegelni kell egy művelet előtt, hogy milyen gyanúsítottakkal állunk szemben. És 5 gyanúsított esetében abszolút a terrorelhárítási központnak a műveleti kapacitása volt szükséges, hiszen vagy erőszakos múlttal rendelkeztek, fegyveres múlttal rendelkeztek, illetve a legtöbb helyszínen úgy védték a kábítószert és magukat is a terjesztők, hogy nagy méretű és erőszakos magatartású kutyákkal vették magukat körbe. Ez már az az ingatlan, amit a gyanú szerint depónak, drograktárnak használt a banda. 4 Staffordshire terrier és 2 kaukázusi juhászkutya védte a területet. Az udvarban a család börtönben lévő ismerőseinek autói parkoltak, sőt még egy hajó is állt a kertben. Ráadásul a különös, összetákolt épületben, ahol az egyik szoba egy befalazott lakókocsiból állt, bárhol elrejthették a drogot. Ennek a tetején lévő dolgokat megnéztétek? Aha, az végigpögött. A kutyakennelekben is dobozok, szekrények voltak, védőfelszerelésbe öltözött kutyás rendőrök álltak készenlétben, amikor a nyomozók egyenként átnézték a ketreceket. Tik. Ezt megnéztétek? Nem néztük el. Akkor az egészet szerintem. Aztán érkezett egy drogkereső kutya is, hihetetlen mozgékonysággal és lendülettel fésült át a bonyolult helyszínt, és több helyen is jelzett, sorra találta meg a korábban rejtek helyként használt rekeszeket, járműveket. Ütés van. A hajnali akciósorozat után néhány órával később egy újabb dílert fogtak el a bevetésiek. Gyere, fogja a kutyát. Engedjél a kórért. Azért kellett megvárni, hogy a férfi levigye reggel sétáltatni a kutyáját, mert nem lehetett feltűnés a lebukás kockázata nélkül azonosítani, hogy a lépcsőház melyik lakásában bujkált. Az ingatlanban van-e bármi bűncselekményből származó dolgok, akár kábítószer, akár más? Igen, van saját felszállása. És hol találjuk és mit? A mosogató felett. Ez egy hierarchikus bűnszervezet volt. Csak a terjesztői szinteket nézzük, 5 illetve 6 terjesztői szintet tudunk megállapítani. Engedélykérések voltak, utasítások, futárok, akik vitték a kábítószert, összegyűjtötték a pénzt, az ellenértéket, és leadták nyilván a profitot, a maguk részét megtartották, de gyakorlatilag egy szervezetként működött. És kora délutánra annyi információ és bizonyíték gyűlt össze, hogy a banda albán vezetőjét is el tudták fogni. Az akció napján 10 kiló drogot sikerült lefoglalni. Az egyik albezér például annyira óvatlan volt, hogy a ház előtt parkoló terepjárójában tartotta a nagy zsákfüvet, nála nem volt nehéz megtalálni a drogot. A nyomozás eddigi adatai szerint Zala, Baranya, Somogy, Veszprém, Vas és Győr-Moson Sopron megyében árult a banda, és legalább 100 kiló kábítószer, főleg marihuána, amfetamin és kokain terjesztése bizonyítható. Ez óriási mennyiség. És hamarosan a bűnszervezet működtetésének gyanúját is közlik a dílerekkel, így a legtöbben akár életfogytig tartó fegyházbüntetést is kaphatnak. Az akció napján még javában tartottak a házkutatások, amikor trélerek jelentek meg a gyanúsítottak házai előtt, és lefoglalták, elvitték azokat a járműveket, amiket a drogból befolyt pénzből vásároltak a dílerek. Az ügy 22 gyanúsítottja közül 9-en kerültek letartóztatásba pénteken. A nyomozók azt mondják, hogy a felderítés és a házkutatás során annyi bizonyítékot találtak, hogy az ügy lezárásához már csak a lefoglalt kábítószerek szakértői vizsgálatára van szükség. A kékfényben Miki Attila és Csóka Zoltán operatőr kollégám riportját látták.